Kint van a kicsinek a feje, és ér, és mondja a magáét, de itt látszik, ahogy a sürgésforgásban rálépett a szülő, és egy kicsit be is vérzett a fiókán, tehát valószínűleg még vérér volt a tojás héjában. De nem vészes a dolog, tehát nem tűnik katasztrofálisnak, mindenesetre elég csúnyán rá van száradva a héj. Úgyhogy megpróbálom most föllazítani, egy picit langyos vízzel, óvatosan pucolni rajta valamit, aztán be fogom tenni az inkubátorba, nem teszem most vissza a szülők alá, mert elég hideg van kint, ráér az majd reggel. Na, ennyit erről, majd folytatom. Na, nagyjából sikerült a dolog, kibontottuk, óvatosan föláztattam egy kicsit a részét, kicsit segítettem a fejének kibújni, a többit már ő rúgta le magától, úgyhogy most mindjárt bele is megy a kis jószág. Jó ki van fáradva, sokáig benne volt a tojásban, úgyhogy neki ma szerintem délelőtt ki kellett volna optimális esetben kelni. Most megy akkor szépen bele a inkubátorba, aztán folyt köv.